Mehet? Na, hello, sziasztok! Ez itt a Baduti Unásztár Televízió, én Sanyika vagyok. Itt vagyok Budapesten a TV2 stúdiójában, termében, és beszélgetek egy kedves rajongómmal. Szia! Szia! Én Kuruc Robert vagyok, a TV riporter, és én lehetőséget adtam most Sanyikának arra, hogy régi álmát megvalósítsa, hogy egy picit belelásson abba, hogy hogyan készülnek tévéműsorok. És ezért vagyunk most itt. Így van, őrvendek én is, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen a meghívást. Igazán nincs mit. Remélem, hogy jól érezted magadat. Persze, így van, jól érzem magam, és megismertem, hogy milyen egy rendes tévé, olyan, amelyik milyen, tehát amit a kábel tévén is lehet nézni, egy olyan tévét megismertem, és egy élmény volt számomra, tényleg úgy meg tudtam ismerni igazából, hogy milyen egy stúdió, milyenek a fények, milyen kamerákat használnak, meg mindent, amit szerintem egy online tévén, azt nem lehet. Az online tévé az csak videózásból áll, meg ilyesmi, de mondjuk a rendes tévé, oda kell kamera, kellenek fények, úgyhogy... Hát igen, nem árt, hogyha vannak azért ilyenek egy tévénél. Hogy tetszett a Green Box, amikor a meteorológusunkkal beállhattál a stúdióba? Jaj, tényleg az nagyon érdekes volt. Érdekes, hogy mutattam erre, meg mondta, hogy mutassak arra, meg minden. Nagyon érdekes volt. De hát szokás dolga. Meg kell szokni azt is, hogy most hogy kell rámutatni egy országra, vagy egy településre. De gyakorlattal megy szerintem. Csak be kell gyakorolni. Lenne kedved dolgozni egy ilyen nagy tévécsatornánál? Mint riporter, vagy műsorvezető? Melyik lennél leginkább? Hát szerintem lennék riporter, meg lennék technikus is, amelyik így állítja a gombokat, meg mindenféle, én benne vagyok mindenben, úgyhogy. Jó, hát nosza, tanulni kell, képezni magadat, aztán ki tudja, mit az a jövő. Persze, így van, akarat kell. Ha akarat van, akkor minden lehetséges. Úgy tudom, most hosszú út előtt állsz, hiszen mész haza, ugye? Igen, most már menegetik, igen. Sajnálod, hogy véget ért ez a pár nap itt Budapesten? Hát egy kicsit igen, mert azért nem kevés távolság, így nem úgy van, hogy szomszédba bemenjünk, s itt vagyok, hanem azért sokat kell utazni, nem olyan könnyű azért. Jó, hát köszönjük, hogy eljöttél, bármikor szívesen látunk itt Budapesten, jó? Köszönöm én is.